A következő kísérletünkben megnézzük, hogy a biológiai rendszerek vezetik-e az áramot. Ehhez előkészítettem egy paradicsomot, amiben a két lemezkét tettem, szúrtam, az egyik egy cinklemezke, a másik pedig egy rézlemezke. A cinklemezkének a vezetőjét az áramforrás, egy izóhoz csatlakoztattam, a rézlemezkét egy elemhez, és most zárom az áramkört. Amennyiben vezeti az áramot, akkor az izónak világítania kell. Tehát láthatjuk, hogy az izzó világít, ezzel bizonyítottuk, hogy a biológiai rendszerekben is talál elektrolitok vannak, amelyek áramvezetésre képesek. Az áramvezetésnek két feltétele van, legyen egy hordozó, ezt itt biztosítják a pozitív és a negatív ionok, illetve hogy ezek legyenek képesek vándorlásra. Megjegyezném, hogy a kísérlet annál sikeresebb, minél lédúsabb az a zöldség vagy a gyümölcs, amit használunk ennek a vezető képességnek a kimutatására. A következőkben pedig meg fogjuk nézni, hogy maga a paradicsom képes-e önálló áramtermelésre, tehát vagyis magyarul működhet-e, mint galván elem. Összeállítottuk a berendezésünket, és a műszer bekapcsolását követően a kijelzőn egy 9,27 század millivolt jelenik meg. A kísérletünk azt bizonyítja, hogy a zöldségek működhetnek, mint galván elemek, vagyis mint olyan berendezések, amik a kémiai energiát felhasználva elektromos energiát termelnek.